anyukával kezdtünk meccsre járni. 1928-ba. 29-ben, arra még úgy emlékszem, mintha ma lenne, mikor Dél-Amerikából hazajöttek, Uruguay válogatottját verte meg a Ferencváros, akkori világbajnokot, és akkor kint voltunk a keleti pályaudvaron a mamámmal, és egész idáig jöttünk a csapat autói után, és itt a pályán volt egy kis ünnepség, aztán jött a 100%-os bajnok csapat, az már 32-ben volt, már nagyfiú voltam, és aztán lassan teltek az évek, és jöttek a meccsek, és 1941-ig, amíg Magyarországon tartózkodtunk, addig minden mérkőzést majdnem láttam, vidéken is. Aztán 41-ben el kellett hagyni Magyarországot, mert külföldi állampolgárok voltunk. Aztán jött egy olyan 20 éves szünet, és aztán 20 év után ide kezdtem járni, tudósítani. A német televízió állandó tudósítója voltam Budapesten, majdnem hát 60-tól 9, majdnem 30 évig. 53-ba szereltem le, 57-ben végeztem el a... 57-ben jöttem ki a Hamburgi Egyetemről, akkor kerültem az a Saarlandi televízióhoz. 57. Hány év? 50. Sok, sok év. 55 év, hát itt voltam, Magyarországon voltam 62-től majdnem 90-ig állandó tudósító, közép-európai tudósító végeredményben, mert Jugoszlávia, Bulgária, Csehszlovákia mind hozzánk tartozott, és hát 40 évet körülbelül eltöltöttem. Nem ilyen kis kamerákat hurcoltam, 25 kilós kamerákkal jártam. Abba ment tökre mind a két térdem egyébként. A Ferencvárosnak a 85 éves évfordulóját forgattam, az egy része volt, a német televízióban volt egy sorozat. Azok a labdarúgó egyesületek, akik az európai labdarúgás történetét írták, ebbe benne volt a Juventus, az Arsenal, a Real Madrid, a Benfica és a Ferencváros. Hát azt én tettem bele, mert ők a Honvédot akarták, és én mondtam, hogy a Honvéd az nagyon jó, de ez egy rövid lejáratú valami. Itt van sokkal öregebb, idősebb egyesület is, és akkor a Fradira eljöttünk ide forgatni, akkor még élt a Sárosi doktor, a Csikós Gyula, a Háda József, a Kemény Tibor, ezek mind rajta vannak a 84-es filmen. A 85-ös évforduló, az 84-ben volt. Akkor azt én csináltam, a 100 éves évfordulóra készült, az összes szakosztályról szóló, egy 130 perces filmet, én csináltam a Barcelonának a 100 éves évfordulójára a filmet, a Bayern München 100 éves évforduló, szóval csináltam egy párat ilyet. Valamikor a 80-as években volt Genovában a Sárosi doktorral. Ő egy nagy meghatározó alakja volt a Ferencvárosnak, közép-európai kupagyőztes, ami a mai Bajnokok Ligájának felel meg körülbelül. Az egy jó interjú volt, és Genovába csináltuk az interjút valamikor a 80-as években. A Dalnoki Jenővel nagyon érdekes interjúkat csináltunk, többet. A Nyilasi Tiborral csináltunk itt a pályán interjút, amikor utolsó bajnokságot nyerte a Fradi 92-be, vagy mikor? 92-be. Nagyon sok. Én körülbelül olyan 4000 interjút csináltam életemben. Eladnál vagy vennél? Válaszd az ingyenes apró.hu-t. Jelige, hajrá, Fradi!